Tacsai Mária színelemző egy igazi, hogy is mondjam, élettel teli színkavalkádot csempészett ideközben, miközben reklámon voltunk, úgyhogy segítsen nekünk reggelit, már mi azon kezdtünk el vitázni, pontosan Anettnek ez volt a véleménye, hogy a szürke meg a fekete, hogy az olyan, mit mondtál, nem jó nincs szín, jó hatása. Nincs jó hatása. Tényleg van ilyen, hogy nincs jó hatása a szürke meg a fekete? Hát most nagyon konkrét kérdést tettek föl, igen, és valóban a színnél van egy olyan hatás, amikor pozitív, és van olyan, ami negatív hatás. Nagyon kevés az a szín, amire egyértelműen azt csak azt tudjuk mondani, hogy negatív hatással bír. A szürke az alapvetően egy nagyon-nagyon semleges, tehát annál semlegesebb szín, különösen a fekete-fehérből keverjük ki, akkor nem létezik. Viszont... Jó hallani. Miért? Mert most szürkében van. Mert szürke, általában fehér, fekete, szürke ruháim vannak, tehát én nem vagyok a nem létező. Hát erre azt szoktam mondani, ebből induljunk ki. A színhiányos öltözködés olyan, mint a vitaminhiányos étkezés. Szükségünk van a színekre. Hogyha nem az öltözködéssel, akkor a környezetünkkel, a kiegészítőkkel próbáljuk meg valóban színesíteni az életünket, mert olyan plusz rezgéseket adnak a színek, amire szükségünk van. Hát a Krisztián például olyan színes zoknikba szokott jönni. Igen, én azt nagyon szeretem a színes zoknikat például. És mióta szereti a Krisztián a színes zoknikat? Hát körülbelül ilyen 1-2 éve. Amióta divat. Ne gondolt, hogy ez a lelkiállapotod miatt. Azt hittem, hogy magamtól jöttem rá. Hát lehet, hogy megerőzted a korodat, de valóban most virágkorát éli a színes zoknik korszaka. Tulajdonképpen milyen hatást vársz a színes zoknitól? Például, hogy én sem öltözöm nagyon színesen, de hogyha mondjuk kivillan egy színesség ott a boka környékén, az nekem úgy tetszik, hogy valahova oda irányítja a figyelmet. Tökéletesen igazad van, csak általában a férfi bokájára legritkább esetben vagyunk kíváncsiak, de valóban. De én nagyon kíváncsi. De ha nagyon szép a forma, akkor az egy trükk egyébként, hölgyeknél szoktam. És a kezemre húznám fel azt a kétszer. Hogyha szép a kezed, akkor igen. A nők a fehér neművel élhetnek, ugye, és akkor ugye. Igen. Milyen színeket, hát most itt mindenféle színt láthatunk, de milyen színeket érdemes akkor hordani, hogyha tényleg javítani akarunk ezen, tehát induljunk ki akkor. Vagy honnan döntöm, hogy mi jó nekem például, mert én a sárgát kimondhatom csúnya, szóval utálom, nem szeretem a sárgát. A sárgának ezerféle árnyalata van, azt nem tudom elképzelni, hogy a sárgának mindenféle árnyalatát utálod, az nagyon nehéz. Tessék, itt egy paletta. Hogy választ ki, amit mondjuk mégiscsak el tudnád saját magadon fogadni. A sárgából? Igen. Vagy olyan magamon nincs, fogadni. Nem létezik. Ez sárga? Ez okniba legfeljebb. Tulajdonképpen a sárga az egy nagyon optimista szín, tehát tulajdonképpen barátságosá teszi a környezetet, egy nagyon kellemes, otthonos környezetet tudunk teremteni például narancssárgával. Hogyha a lakásunk olyan, hogy nem sok fény éri, akkor érdemes ezzel dolgozni. De ha fogyókúrázunk, akkor például a narancssárga szín sokkal jobb, hogyha háttérbe szorítjuk. Ugye a nagy étkeztető cégeknek, ha megnézzük, az emblémáját szinte mindenhol szerepel. De a legoptimistább színek egyik egyébként a narancssárga. Tehát akkor nem mindegy, hogy a lakásunkat milyen színbe öltöztetjük, nem mindegy, hogy magunkat milyen színbe öltöztetjük, mert ez pszichikailag hat ránk. Ez egyértelmű, és ugye mindig nagy kérdés, hogy elfogadni, hogy miért hatnak ránk a színek. Nagyon egyszerűen igyekszem elmagyarázni, remélem, hogy sikerül is érthetővé tenni. Tehát ahhoz, hogy mi színt lássunk, ahhoz szükségünk van fényre. Nagyon meglepülünk, amikor megvásárolunk egy ruhaszövetet vagy egy falfesték szint, és otthon fölkenjük, teljesen más szint kapunk. Azért, mert más a fényforrás. A legelemibb fényforrás azért a nap. A napfényből, nem egészen szakszerű magyarázat, de talán érthető, őrült mennyiségű sugárzó energia éri el a föllet. Van, amelyiket nem látunk, valamelyiket érezzük a bőrükön, és valamelyiket látjuk. Na, ezeket nevezzük színeknek. Ha azt elfogadjuk, hogy az eredője ugyanaz az összesnek, tehát az egy sugárzó energia, én már roppant egyszerű elfogadnunk azt, hogy a színekkel kommunikálunk, a színek hatnak ránk, mert a színek is meghatározott sugárzó energiával, rezgésszámmal és pulzusszámmal rendelkeznek. De például egy állásinterjúra, ha megyünk, akkor válaszunk egy kicsit konzervatívabb színeket, ugye? Az állásinterjúnál alapvetően úgy készítjük föl az ügyfeleket, hogy megkérdezzük, hogy milyen állásra jelentkezne. Mert egy kimondott kreatív szakmát választ, például szobafestő, mondjuk a szobafestő, vagy egy reklámcég, nyugodtan vegye fel a színezzoknit, mert alapvetően nekik ritkábban mondanám, hogy egy konzervatív, klasszikus kosztümöt, vagy egy csotétkék kosztümöt vegyen fel. De ha bankszférába szeretne elhelyezkedni, vagy bizonyos pozícióba, politikai pozíciókban, akkor bizony ezt próbáljuk megerősíteni, ezeket a
kicsit klasszikusabb megjelenési formákat. És ha ön ránéz valakire, akkor már azt is meg tudja mondani, hogy amilyen színeket visel magán, hogy körülbelül milyen lehet a karaktere annak a embernek? Hát információt közlünk egyértelműen azzal, ahogyan megjelenünk. Most képzeljük el, ha valaki tetőtől talpig pirosba jelenne meg, milyen érzések, gondolatok támadnának bennünk? Nekem ez teljesen pozitív, amúgy egy pezsgő abszolút energiával telt személyiségről tanúsolva. Igen, azt mondanám, igen. Igen, tehát vibráló, a vibráló, szexi. Így van, tehát ezek a tulajdonságok megjelennek. Ugye a szürkét, ahogyan említetted, ez pontosan ugye az ellentét, ez háttérbe húzódik. A pirosnál, a narancssárgánál, a nagyon erős színeknél mindig van egy határozott vélemény. Piros mellett nem tudunk úgy elmenni, hogy ne legyen róla véleményünk, vagy ne vegyük észre. Na, állásinterjúra például ezt biztos, hogy nem ajánlanak. De ha a gyerekünk hiperaktív, akkor is kerüljük ezeket a színeket, ha éppen feszült lelki állapotban vagyunk. Lehet őt nyugtatni így? Lehet. Pontosan ezért ugye sugárzó energiaként, ahogy beszélünk a színekről. Vagy gondoljunk arra, hogy süt a nap, esik az eső, és ez a fehér fény, a napfény elemeire bomlik, ez a prizma. Prizma szerűen a szivárvány megjelenik. Tehát a fehér fényt elemeire bontjuk, és megjelennek a színek. És ezáltal gyakorlatilag, mint ahogy azt mondjuk, hogy a pirostól feszültebb, olyan a hullámhossza, a rezgésszáma, hogy feszültebbek, idegesebbek leszünk, a kék, különösen a kékes, a szürkés-kék árnyalatok megnyugtatnak, pihentetnek és lazítanak. Tehát olyan helyiségekben érdemes használni, ahol erre van szükség. Én nagyon szeretem egyébként a kéket, én nagy kék barát vagyok. A szemed alapján valószínű, hogy jól is áll. Ez miről tanúskodik? Igen, tehát hogy ez mit jelent? Általában nyugodt, kiegyensúlyozott embereknek a színe a kék, vagy hogyha ösztönösen, ha sok feszültség van az életedben, és azt te szeretnéd egy picit visszafogni, lenyugtatni, akkor a hidegkéknek az árnyalatai ebben tudnak segíteni. Nyilván nem olyan intenzív, nem olyan erős, nem olyan durva gyógymód, mint mondjuk egy lézer, vagy egy röntgen, vagy ultrahang, hanem egy sokkal finomabb, például a színgyógyászat. Mi a helyzet akkor, ha valaki nem tudja megtűrni magán a színeket? Hát engem már számtalanszor kértek a stylistokon, Anett, könyörgöm, vegyél már magadra valami színt, mert az sokkal jobb. Tehát egyszerűen nem tudom magam elképzelni abban, tehát rosszul érzem magam, ha nem. Bármilyen szín? Bármilyen szín. És a gyereked nem ilyen színeket adná? Ő például szürke, fiú, tehát hogy kék, tehát és ezeknek az árnyalat, őt se öltöztetem. Plusz, amit a tűzoltók viselnek. Igen, az piros. De tehát, hogy őt se öltöztetem túl színesen, ez igaz. De egyszerűen valahogy nem tudom megtűrni magam a színeket. Hát nagyon érdekes, és meg kell, hogy mondjam, még ilyen emberrel, aki ennyire nem tudja elviselni a színeket, nem is találkoztam. Ajjaj, hát ez akkor most... én nekem pszichológushoz kell fordulni. Nekem is színpszichológushoz mindenképpen. Adásban rendben vagyok, tehát adásban minden oké. Okay. Ő rejtőzködő, akkor ez mit igen, jelent? Például a szürke az alapvetően rejtőzködő, háttérbe húzódó. A fekete az egy nagyon speciális szín, és nehéz is róla beszélni, mert nincs olyan ember, akinek ne lenne a ruhatárában fekete. Vagy ha végigmegyünk ősszel, télen az utcán, rengeteg fekete ruhában öltözött embert találunk. Hát most ennek a pszichológiai hátterébe ne is menjünk bele. De alapvetően azok az emberek távolságtartóak, például nem nagyon szeretik, hogyha megszólítják őket. El tudom képzelni, hogy nálad például ez is előfordul. Idézőjelben ne zaklassanak. Egy sárga, egy piros színben azonnal észrevennének és szólnának hozzá, megszólítanának. És gyakorlatilag az agresszivitás, távolságtartás, de egy kicsit önkényeskedők is a fekete, akik állandóan fekete színben vannak. Ha felnőtt veszi, annak lehet racionális oka, pénzügyi oka, vagy éppen az állásánál ezt várják el. Ha ezt gyerek teszi meg, ott azért már aggódjunk. Mária, nagyon szépen köszönjük, és akkor te hát pedig abba hagyod ezt a szakmát, és mondjuk például kémnek nagyon jól tudnám. Rejtőzködni jól tudok. Végre ez is kiderült. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Thank you.